amikor egy család egy gyerekkel bővül, minden más háttérbe szorul. Egy időre lemondunk a kirándulásokról, utazásokról, és csak a kis jövevényre koncentrálunk. Ám ahogy a gyerek cseperedik, újra vágyni kezdünk az utazás adta élményekre, és hát szeretnénk megmutatni gyermekünknek, mennyi csodát is rejt a nagyvilág. De mennyire van lehetőségünk utazni? Mire is figyeljünk, ha a gyerekkel utazunk? Ma megtudhatják. Szoktatok utazni a családdal? Igen. És milyen messze voltál a legmesszebb, amikor a családdal utaztatok? Hát Kaszonyba voltunk. Kaszonyba? Uh-huh. És ilyenkor az egész családdal mentek? Nem, csak hárman mentek. És autóval vagy busszal? Busszal. Busszal? És bírod az utazást? Bírom. Nem szoktál rosszul lenni? Nem, csak a meleg vízben nagyon rosszul voltam. Mennyire gyakran szoktak utazni? Csak nyáron dolgozok. Ilyenkor az egész család ki tud kapcsolódni? Hát csak. Mi hárman vagyunk a család. De remélem Budapestre eljutunk rokonokhoz. Szeretnénk oda menni. A legközelebb. Mi a legnagyobb táva, hová el szoktak menni? Hát Ungváron voltunk a legtávolabb. Nem nagyon voltunk. Hogy hívnak? Orosztella. Mit vinnél mindenképpen magaddal egy utazáshoz? Hát a játékok, vagy valami. Játékok közül mi az, amit a legjobban szeretsz? Hát például ez, vagy ez a rullán, vagy valami. Tehát őt, hogyha utaznál, mindenképpen magaddal vinnéd? Hát igen. Hogy hívják a kutyusodat? Sky. Most mennyi idős a gyerek? 5 éves. Mikor utaztak legelőször vele? 3 éves. 3 éves volt? Igen. És merre utaztak el, mennyire messze? Albániába. És repülőgéppel? Nem, kocsival. Autóval? Igen, autóval. És mennyire bírta az utazást? Nagyon szuper, nagyon játszott, meséket nézett, sétáltunk, álltunk, kimentünk valahon a játszótérre kicsit egy olyan 15 percre, és nagyon jó volt. Minden évben elviszik a gyereket valamilyen tengerpartra? Igen, vagy valami? Mi oda, ma megyünk 3 éve. Mindig ugyanoda? Igen, mindig ugyanoda. És látom, hogy most kisbabát vár. Igen. Ezen az évben is megkockáztatják azt, hogy elutaznak? Hát gondolom, igen. Ilyenkor mennyi a csomag, amit magukkal visznek? Sok minden? Hát nem annyira sok. Nem annyira sok, mert ott lakunk egy lakáson. Mi, ha megyünk, akkor megyünk na tretézsnyi. Az 3 hétre? Igen, 3 hétre, és akkor nem nagyon kell, mert ott van minden. Mosópor, mosógép, és akkor csak gyereknek kell, és nekünk olyan. Mi az, amit a gyereknek mindenképpen bepakol egy utazásnál? Hát mondom, ez gyógyszer mindig kell, hogy legyen magunk, azután sortik, májkák, olyan puloverek, fürdődresszek. Van olyan a gyereknél, amit mindig magával visz? Hát igen, egy pokróc és játékok. Szeretsz utazni? Igen, szeretek. És szoktál is utazni? Igen. És hová szoktál utazni? Legutóbb a Vereckei hágóhoz voltunk, az Árpád vonalat voltunk megnézni, Sipoti vizeséshez. És külföldre. Külföldre? Hol voltál külföldön? A Balatonnál, Fonyódon, a Dunaparton. Ilyenkor kivel utazol? Családdal, meg az osztállyal. Kivel jobb utazni? Családdal? Vagy család. Ki szokott neked pakolni? Én magamnak, meg anya segít. Mennyi idősen érdemes gyerekkel egyáltalán autóban utazni, vagy egyáltalán vízpartra vinni? Ha egy gyerek egészséges, az anyuka szoptassa, megvan mindene, ami kell annak a gyereknek, akkor az anyukával az a gyerek mehet. Hát olyan fél évesen, egy évesen, na de ne 3 hetesen. Mert olyan 2-3 hónapig a gyerek szokja meg fele a körülményt, a szülők szokják meg fele a gyereket. Na de ha a gyerek nem anyatejen van, ha tápon van, na most azt a tápot
Vihetik magukkal, igen, mert most nagyon sok táp van, amit csak el kell keverni egy kis meleg vízzel. Most már 21. században élünk. Általában azt szokták mondani, hogy meg úgy van a könyve is megírva, meg az élettapasztalata, hogy az egy éven aluli gyereknek nem szabad megváltoztatni nagyon a körülményeit, amiben él a gyerek. Ha például ugyanolyan körülménybe viszik azt a gyereket, ami itt volt, na, például itt laknak és elmennek a nagymamához, ahol ugyanaz van minden, akkor annak a gyereknek semmi baja nem lesz ettől a változástól. Na de most egy-két hónapos gyereket vinni a tengerpartra, ahol nem lehet kivinni, és a hotelben lakik, és hát én ennek nem látok semmi pluszát, csak minuszát. Mi van akkor, ha egy évesen elviszük a gyereket a tengerre? Mivel tudjuk őt megvédeni egyáltalán a káros sugaraktól? Vagy milyen körülményt kell ott kialakítanunk? Reggel 9-ig lehet kint lenni a napon, és délután 5 óra után lehet kivinni a gyereket a napra. És ugyanakkor fürödhet az a gyerek. Na de hát folyóvízben nem szoktunk kicsi gyereket fürözteni. Általában visznek oda egy kis medencét, beleteszik egy picikét. Egy kis friss levegő, egy kis változás, egy kis anyuka is pihen egy kicsit, az csak jót tesz. Na, de mindig meg kell gondolni, hogy mit fog az a gyerek enni, mert neki minden 4 órában enni kell. Meg tudják, nem, bográcsot nem ehet, sáslikot se ehet az a gyerek. De ha anyatejen van, akkor sokkal könnyebb, azért kell azt az anyatej táplálást megtartani 2 éves korig, és akkor nyugodtan lehet menni. Mert akkor mindig friss és meleg és jó. Nem szabad napoztatni a pici gyereket. Annyi napot, annyi fényt, amennyit kap szűrve a fa alatt, amit megszűr a fa levél minden, annyitól nem lesz probléma. Na most az egész gyereket bekenni mindenféle krémekkel, ha az a gyerek erre kaphat egy allergiát, az beszívódik a szervezetbe, az nem kell neki. Mennyi időskortól lehet például egy gyereknél? 3-4-2 éves kortól már be lehet kenni azt a gyereket valahol, ahol éri a nap. Na, de nem az egész gyereket bekenni, mert hát na, most nagyon sok foktoros had legyen, és nekem van. Az beszívódik a szervezetbe, azért én nem mondanám, hogy az egészséges annyira. Láttam 6 hónapos gyereket repülőgépen. Mennyire ajánlatos egy ilyen pici gyereknek repülőgépen ülni? Hát egyáltalán nem ajánlatos. Egy éves korig nem kell. Csak ha nagyon muszáj. Vannak szituációk, amikor muszáj, amikor történt valami, és annak az anyukának menni kell, és akkor viszi magával a kisbabát. Akkor neki fáj a füle, akkor neki nyom, mert nem tudja megcsinálni azt, amit megmagyarázunk egy 3-4 évesnek, hogy hát beszélj, nyisd ki a szádat, fújd az orrodat, hogy ne legyen ez a kellemetlen érzés. Tengervíz. Arról beszélünk, hogy a gyerek például mandulás, és nagyon sokat hallottam arról, hogy mandulás, felső légúti megbetegedés, akkor nagyon jól segít a tengervíz. Hát azt mondták mindig a nagymamáink, hogy levegőváltozás kell. Na, de mi Kárpátalján nagyon jó helyen lakunk. Mi, ha felmegyünk a Volóvéci járásba, vagy a Szinyára, akkor van nekünk levegő, van nekünk hegy, van nekünk tiszta levegő, van nekünk tiszta víz. Tenger jót tesz, de ugyanolyan jót tesz nálunk Szlatina, ha elmenni oda kirándulni, abba a sós levegőbe. Ugyanazt teszi, amit a tenger. Nagyon jó hatása van a betegek gyerekekre. És milyen messzire szoktál utazni? Papiba. És Papiba Beregszerzbe sokszor be szoktál jönni? Igen. És mivel jössz ilyenkor, busszal vagy autóval? Busszal. És nem szoktál rosszul lenni útközben? Nem. Hova szeretnél eljutni? Hát a Haranglábra. Ha nem Haranglábra, de én mondjad a Vidám Park. A Vidám Parkba. És hol van a Vidám Park? Hát messzi. De mennyire van messze? Mondjad, mi Nyíregyházán. Nyíregyházán. És van rá esély, hogy valaha eljutsz Nyíregyházára? Igen. És hogy hívnak? Hát kitöpött a leg. Drága vagy. Hová szeretnél eljutni? Budapestre. És mi az, amit magaddal vinnél mindenképpen? A jégvarázsos babám. Mit gondol? Akkoriban mennyire utaztak gyakrabban az emberek, mint most? Hát tudjuk, hogy utaztak, ugyan, mert voltak munkahelyeken, voltak az úgynevezett beutalók, a putyovkák, ahogy mondtuk, ugye szanatóriumokban ingyen kaphattak a munkások beutalókat, és a koszt jó meg volt oldva, ugye olcsóság volt. Hát sajnos az a világ már elmúlt.
Melyik az az ország, amire azt mondaná, hogy oda mindenképpen el szeretne jutni? Spanyolországba szeretnék. Romantikus országnak tartom. Spanyolországba azt nagyon szeretnék. Hát ugye a tengeren túlról nem is beszélek, mert az sokba kerülne az Egyesült Államokba, vagy akár Kanadába, vagy a Dél-Amerika országokba valamelyikbe. Te külön a családtól szoknál-e valahová elutazni? Igen, táborokban. Ez mit jelent? Mennyi táborban vagy egy nyár folyamán? Gondolom ez a nyár. Igen. Hát mindig változó. Most az éven például csak 2-be megyek, de tavaly például 5 vagy 4 táborban is voltam. Nem volt benned tartás, amikor legelőször utaztál táborba? De én nagyon utáltam eddig táborba menni. Anyáiktól külön lenni az még rosszabb volt nekem, de a legjobb barátnőm mondta, hogy menjek el vele, és akkor mentem először táborba, és azóta pedig nagyon szeretek járni. És hány éves voltál akkor? 10. Mindig a barátnőddel mész? Igen, mindig. És nélkül el se tudod képzelni? De el tudom képzelni, de vele a legjobb. Mit üzensz azoknak a gyerekeknek, akik nem szeretnek táborozni? Hogy mindenképpen próbálják ki, mert nagyon jó. Egy élmény általában minden tábor. Hol voltatok utoljára együtt? 2 éve voltunk Horvátországban. Valami konkrétan, valamire emlékeztek? Hát igen, egy csomó mindenre. Például, hogy én ott tanultam meg úszni. Én nem. A tengerben. És azon kívül volt ott egy medence, amikor reggel felkeltünk, és az volt az első dolgunk, hogy átöltöztünk, és rögtön ott voltunk lent. Csak nekünk nem szabad volt egyedül ott lenni a medencénél, és ezért felkeltettük a nyugikájékat, hogy tudjunk fürödni. Az osztállyal volt-e valamilyen kirándulás, vagy valamilyen tábor, ahová volt lehetőséged eljutni? Lett volna egy osztálykirándulásunk, csak elmaradt, mert nem volt busz, de most fogunk menni Zánkára az egész osztály. Mennyire várod ezt az utazást? Hát én már nagyon várom, én nagyon szeretek táborban lenni, mert ott ugye tudunk egy csomó játékot játszani, vagy például focizni. És én nagyon szeretem a táborokat, mert ott mindig új élményeket élek meg. Ha jól tudom, ti egy nagy utazó család vagytok, illetve hát ti meséljetek nekünk kicsit erről, hogy ez az utazás mikor is került be az életetekbe. Hát, hogy nagy utazók lennénk, az egy kicsit túlzás, de nagyon sok helyre jutottunk már. De ez igazából az elmúlt 5 évben sikerült. Korábban diákkorunkban vagy fiatalkorunkban ez nem sikerült. Mostanában egyre többet utazunk, egyre jobb helyekre, nem csak a környező falvakba, ha lehet ilyet mondani, hanem a környező országokba is. És én rettenetesen élvezem. Én, ha tehetni, minden héten elutaznák valahol valami egzotikusabb helyekre, mert én azt szeretek. Én kiegészíteném azzal, hogy az egyik gyerekünk megszületett, akkor ugye az államtól kaptunk egy összegben 10 000 grivnyát. És hát akkor nagyon sok pénz volt, és nagyon sok helye lett volna, de azt választottuk, hogy elmegyünk, mint család nyaralni, és nagyon vicces volt, mert megkaptuk pénteken a 10 000 grivnyát, és szombaton beültettük a 3 gyerekünket, most már biztosan emlékszem, a gyerekülések alig fértek be az akkori autónkba, úgy kellett így szinte berugdosni az ajtót, és elindultunk a hosszú útra. A gyerekek azok nagyon-nagyon jól bírták, olyan szinten, hogy Dániel, aki 2 hónapos volt, nem sokat emlékszik az élményre, de végig utaztuk, a távszert megmelegítettük a benzinkúton, tehát ilyen nagyon-nagyon zökkenőmentes volt a dolog, és mivel voltak társaink, barátaink, mi mindig társaságban szeretünk utazni, és többnyire ragaszkodunk is ehhez, és azt élvezzük leginkább, amikor a gyerekeinknek is vannak társai. 2 hónapos volt a gyerek. Egyáltalán elmertél indulni, vagy nem volt benned kétely, hogy most mi lesz egy 2 hónapos gyerekkel? Ő nagyon jó baba volt, tehát őt úgy ismertük meg Dánielt, hogy eszik és alszik.
És ez konkrétan ő ezt csinálta, tehát emiatt nem féltünk. Egyébként a család többi része, a nagyszülők óvtak tőle, hogy hagyjuk itt, úgysem emlékszik, nem fogtok hiányozni, stb. Nem akartuk semmiképpen. Úgy gondoltuk, hogy ez a családi nyaralás, és többnyire Dániel fizeti, ezért úgy illik, hogy magunkkal visszük. És tehát én az a típusú anyuka vagyok, aki előző nap mindent kimosok, de tényleg mindent, és aztán az éjszaka folyamán elkezdem bepakolni a táskába a dolgokat, de vannak barátaink, akiknál mondjuk mindig ott van egy gyógyszeres csomag, ott van egy első segélycsomag, ott van egy... Becsomagolva egy másik táska, ha utazni kell hirtelen. Igen, vagy igen, tehát ők azok, akiket ebben meg tudnál kérdezni. Tehát én az a típusú vagyok, hogy legyen nálunk mindenki, útlevél és pénz, és aztán a többi kialakul. Tehát a többit meg tudjuk oldani. Ott, ahol éppen vagyunk, ott is vannak gyógyszerek, ott is vannak ruhák. Ruhák. Én mind rettenetesen utálom azt, hogy a közepes bőrnödöt lecseréljük a nagyra, azért, mert nem fér bele még plusz kettő póló, mert minden napra kettő kell, meg minden napra mondom miért. Most én a pakolásba kiveszem mindig a részemet, amikor ő bepakolta a táskákba, én beteszem a kocsiba. Nálam ennyi a pakolás. De neked is különben a feleséget pakoltunk, ja. De pakol. Jobban járunk, egyébként hát jobban járunk. Jár jobban, mert ő úgy szeretné, ha az a póló lenne rajtam, amit ő kiválaszt. Én meg azt szeretném, ami jó van, az ami van, csak menjünk már. Van ilyen speciális dolog, ahogyan tűrögeted a dolgokat? Annyiféle dolgot? Igen, hát van. Annak van, igen. Az nem lehet az szépen csak... Nem mindig szoktam vasalni, ezt bevallom. Nagyon-nagyon ritkán megoldom. De egyébként csak annyi, hogy szépen be legyen tűrve. Én azért még visszatérnék a 2 hónapos gyerekre, amikor 2 hónapos volt. Na, ott mire figyeltél, hogy valami meglegyene? Mert az egy dolog, hogy ugye legyen elég body, vagy nem tudom, alsó nemű pelenka nyilván. Ott volt valami különleges, ami úgy kellett, hogy te azt hitted, hogy na, ez most nélkülözhetetlen lesz. Mondjuk igazad van ezzel kapcsolatban, a 2 hónaposra teljesen más kép készültünk. Tehát ott Tibornak mindent be kellett pakolni a csomagtartóba, ami csak addig használtunk. Tehát ha valamilyen játék addig már ráfigyelt, akkor az bekerült a csomagba. Az utazóágy, a játszószőnyeg, a kis, igen, babahordozónk, több cumis üveg, mert hajlamosak vagyunk elveszíteni. Vagy 8 cumi. Több cumi, mert hajlamosak vagyunk elveszíteni. Tápszer nem egy hétre való, mert akkor egy hétre utaztunk, hanem körülbelül egy hónapra sose tudni, hogy mi történik. És így van, és ruhából, bodyból, hát abból, ami csak volt a szekrénybe, azt így bele, és elindultunk. Tehát az ő dolgait mindent vittünk. Jó, csak már rögtön az ugrott be, hogy akkoriban mennyire voltak ilyen utazásos történetek. Most így nagyon fel van kapva az emberek, posztolják, itt vagyunk, ott vagyunk, amott vagyunk. Ti mit gondoltok, ebben változott valamit itt így a világ? A gyerekeknek lett nagyobb igénye, vagy nekünk lett nagyobb igényünk, hogy a gyerekeinknek megmutassuk azt, hogy mi van a világban? Hát nekünk biztos, hogy nagyobb igényünk lett, és a gyerekek automatikusan öröklik ezt a nagyobb igényt, mert több mindent látnak. Ha ők ezt tudják, mondjuk az Instán vagy a Facebookon keresztül, hogy van egy ilyen tengerpart, meg van egy ilyen város, ahol el tudunk, és nem is elérhetetlen, úgy gondolom, hogy ők erre vágynak, meg mi is magunk vágyunk. Azt tudom, hogy a régiek, apáik, az öregek, azok mind vonatta 6 napig Kazaksztánba, aztán 8 napig haza. Ez volt a nagy utazás. Nem is olyan a világunk, szerintem, hogy ezek a gyerekek ne lássanak 20 éves korukra 10-szer annyit, mint én 50 éves koromra. Mit szólnak különben a szüleitek, amikor így egy nagyobb útra elmentek? Már megbarátkoztak vele. Az elején volt egy kicsit ilyen félelmetes számukra, hogy mi elmegyünk, és mi még gyerekek vagyunk, idézőjelves, stb., pedig már nem voltunk azért nagyon fiatalok, de azt gondolom, hogy változnak ők is ebben. És talán már egy kicsit az idősebb korosztály is nyit e felé. És még azt is gondolom, hogy az igaz, hogy mi később kezdtük, de a mi gyerekeink még korábban kezdik majd, és aztán az ő gyerekeik talán meg még korábban, és ez nagyon-nagyon fejlődik. Tehát mai nap már így megbeszéltük Tiborral, hogy annó visszatekintve erre
a dánieles kirándulásra, utazásra, hogy akkor még talán meg tudtuk számolni a kezünkön, hogy hányan voltak a faluból külföldre, mondjuk Horvátországba, nyaralni. Vagy Olaszországba, vagy Görögországba nyaralni, és most eljutottunk arra a szintre, hogy szinte az ismerőség körben mindenki megy. Tehát ez már ilyen átlagossá kezd válni, hogy nyár van és nyaralunk, elmegyünk. Ha nem más, akkor egy hajdúszoboszlói hétvégére, vagy tényleg csak egy wellness hétvégére. Igazából ezt meg kell kóstolni egyelőre az itteni embereknek is, mert nem áldoznak ilyesmire nagyon sok helyen. Azért nem áldoznak, mert mindig van a ház körül tennivaló, meg mindig kell valami újat venni, ez igaz. Ez teljesen igaz. Ezt nincs tapasztalat, de én mindig utána azt mondtam, hogy ha most elmegyünk egy hétre, akkor utána megint van egy éven megkeresni azt az egy dolgot, ami miatt most nem megyek el nyaralni. Hát nem ér annyit az egész. Itt van előttünk minden nyitott, a kocsi van, beültünk, elmentünk, nyaraltunk egy hetet, és jövünk, és dolgozunk tovább. Csak még egyszer annyi ember el tudna ebből a faluból is, meg a környezetünkből menni, ahol még mindenki el tudna menni. Csak valahogy nem értek még ők meg erre, hogy azt rászánják az 500-tól, mit tudom én, 1000 euróig, hogy nem mondjak nagy összegeket, mert ennyiből bőven ki lehet nyaralni. Például anyósoméknek már most a harmadik éven, vagy negyedik éven az az ajándékunk, sógornőmék és mi pótolunk össze, hogy egy wellness hétvégét befizetünk neki. Téli időszakban, amikor ugye az főleg élvezhető, hogy ott bent a meleg vízben ülni lehet, és egy jó kis félpanziós, és nagyon nem élvezik. Nem kell nekem, bolondok vagytok, pulyám, kiöltsétek magatokra, és mikor hazajöttek, azt mondták, még egy év a születésnapunk. Mikor megyünk legközelebb, szóval ez csak megszokás, és... Mit gondoltok, mitől lesz kevesebb annak az embernek, aki nem utazik? Hát mindenképp csak élménnyel lesz kevesebb. Most sem tudnám, miről beszélgetni. Így van, most miről lenne ez a műsor, hogyha mi nem utaznánk, ha itt van igazad van egyébként. Nagyon, nagyon sokszor téma, nagyon sokszor egy-egy pillanatot felidézünk, egy-egy beszélgetés alkalmával, vagy egy példaként felidézzük. Rengetegszer beszélünk róla a gyerekek, még ha akarnák sem felejthetnék el, hogy itt vagy ott voltunk, és ezt vagy ezt tettünk, mert emlékeztetjük őket, meg ők is emlékeztetnek. Emlékszel, apa, amikor? Emlékszel, anya, amikor ez és ez történt? És a másik az, hogy párkapcsolat erősítő egy ilyesmi, mert nagyon sok, már még az egyházon belül is mondják, hogy sokszor hagyd a kölyköket otthon, és lépj le a feleségeddel, vagy lépj le a családoddal. 3 napra hagyd otthon minden gondodat, bubánadat, vagy teherhedet, és menj el, légy szíves, 3 napra pihent ki magad, vagy csak változzon meg a körülményed, és már jobb lesz minden. És ez nekünk megy. Mert kilépünk az ajtón, és az itteni gondok elillantak. Miért jó utazni? Mert nem csak kiszakít a hétköznapokból, feltölti a lelket, de olyan élményekkel gazdagodhatunk, ami semmi máshoz nem fogható, hiszen már az élmények felidézése is boldogsággal tölt el minket. További kellemes, élményekkel teli nyarat kívánunk mindenkinek. Köszönjük a mai figyelmüket, a viszontlátásra!